Magyarország történelmi kisvárosából, Gyuláról üdvözlöm Önöket. Utazásunk során elkalózoljuk Önöket a gyulai várfürdőbe, a méltán híres gyulai Almási kastély látogatóközpontjába és a gyulai várba is. Mindemellett ellátogatunk a város sörneveldéjébe, Pálinka manufaktúrájába, de megmutatjuk Gyula különleges szálláshelyeit is. Utazásunk végén pedig édesszájúaknak szeretnénk kedveskedni. Tartsanak velünk, izgalmas lesz! Gyula város közel 800 éves múlttal rendelkezik, és Magyarország délkeleti régiójában, Erdély kapujában fekszik. A román határ mellett jelentős határátkelőhely, megyei és regionális intézményekkel több nemzetiségű, több vallású település, ahol az itt élő emberek mind békességben, harmóniában élnek egymás mellett. Gyula városa 500 éven keresztül Békés megye székhelye volt, melynek köszönhetően lakosainak életében alapvetővé vált a polgári lét. Ez tükrözi a település kisvárosi jellege. A belvárosban nem találhatók meg a 10 emeletes tömbépületek, parkjai, lombos fái megmaradtak, virágokkal borított igazi vendégváró kisváros. Így adott a természeti környezet mellett a kulturális gazdag háttér. Most azért is beszéltem 800 éves történelmi múltról, mert az első írásos említések már 1312-ben említik a település nevét, habár nem azonos a mostani Gyula település néven, mert Gyula monostúrának hívták még. Ennek a valószínű teóriája az, hogy a város nyugati határában egy megerősödött főúr, aki Gyulának hívtak, egy óriási nagy templomot építetett, és ennek a tanú bizonysága az az volt, hogy megtalálták ennek a templomnak az alapjait a 60-as, 70-es években, valóban a város nyugati határában, és minden valószínűség szerint a történelmi Magyarország területén fekvő 11. legnagyobb templomnak minősült, ezért is mondhatjuk, hogy egy komoly vallási, gazdasági és kulturális központ működhetett itt már a 13. 14. századtól kezdődően, és hát ma is írjuk a városnak a történelmét, hiszen egy nagyon szép virágzó korszakát éli a város, de ez nyilvánvalóan a történelmi múltnak köszönhető, annak a 800 éves gazdag, sokszínű történelemnek, ami megesett itt a városban. Gyulát a vizek városának nevezték el, hiszen a település a Kőrösök völgyében mocsaras vidékre épült. A város a vizek városa szimbolizálására a város központjában felújított főtéren szökőkutakat és csobogót épített. Lenyűgöző látványosság az esti kivilágításban. Az egykori Almási kastély 8,5 hektáros kastélyparkjában épült ki Magyarország egyik legszebb fürdője, a gyulai várfürdő, mely ma természetvédelmi terület. Elsőrendű szempont az épületek és a medencék elhelyezésekor az volt, hogy a kastélykert fáit a lehető legkevésbé érintse az építkezés, és hogy az ide látogató vendégeket minél tágasabb zöld felület várja. A medencék kedvező elosztása hozzájárult ahhoz, hogy napi 10 000 vendég esetén is lehet csendes pihenőhelyet találni a fürdő területén. Első próbálkozások már a II. Világháború alatt megtörténtek a kútfúrás tekintetében, de igazi termálmedencénk és termálvízünk gyakorlatilag az 50-es évek vége óta van. Ez egy emblematikus időpont a város életében, ez 1959. szeptember 17-e, ekkor tört föl 1876 méter mélyből a 69 fokos ásványvíz.
A fürdő 72 Celsius fokos vízét az egészségügyi miniszter 1969-ben gyógyvízzé, 1971-ben a fürdő gyógyfürdővé, és 1985-ben a gyógyfürdő környékét gyógyhelyé nyilvánította. A víz mozgásszerű megbetegedésekre, helyi idegbántalmakra, gyulladásos nőgyógyászati betegségekre és baleset utáni rehabilitációs kezelésekre alkalmazható kiváló hatással. De nem csak gyógyfürdővel várják az odalátogatókat, hanem több szórakoztató programmal is. Fürdőben, illetve a fürdő a várossal együtt, hogy azt érezni kell, hogy a Gyula varázsát, a igazi vonzerejét, azt nem csak a Várfürdő adja, hanem a városi komplexitás, hogy itt a kastély, itt a vár, itt a csónakázótó, a körösök, ez a mediterrán hangulatú kisváros, illetve itt a Várfürdő is. Ami plusz szórakozási lehetőség, természetesen a vízi szórakozási lehetőségen túl, az a sok program, amit a nyári időszakban kínálunk a vendégeinknek. Szinte minden nap történik valami, nappali diszkótól, gyógyvízi tornán keresztül, bábszínházon át, kisebb koncertekig, minél több programmal próbáljuk szórakoztatni a vendégeink, mert egyértelműen van rá igény. A város további gyönyörű épületek, szobrok, emlékhelyek és parkok gazdagítják, melyeket a kulturális rendezvények és különböző attrakciók töltik meg élettel. Így a város méltán kapta az Alföld gyöngyszeme jelzőt. Gyula egyik leghíresebb látnivalója a Gyulai vár. A vár felújítása az 1960-as évek elején kezdődött, 1964-től a falakon belül működik a Várszínház, és a régi állandó kiállítást is ekkor nyitották meg. A 2005-ös év jelentős változást eredményezett, ebben az évben készült el az új Reneszánsz Vármúzeum, ahol 6 évszázad történetét kísérhetik szemmel a 24 kiállító teremben. Folyamatosan gondoskodunk arról, hogy különböző programokat szervezzünk a látogatóknak. Rendkívüli tárlatvezetéseink vannak speciális témakörben, például van egy pincénk, ahol 3 lefejezett csontvázra bukkant valamikor a régészeti feltáráskor Liska András, és ezzel kapcsolatos információkat lehet megtudni. De van, amikor különböző témákhoz kötődő tárlatvezetéseket tartanak történész kollégáink. Ilyen volt például a boszorkányperek témája, ami rendkívül kedvelt, aztán a szerelmesek hetét is megrendeztük februárban, és a grófi család, illetve a nemesek szerelmes történeteit hallgathatták az érdeklődők, de rendszeres már harmadik évben rendezzük meg a kastélyzenei napokat, ahol komoly zenei koncertet szervezünk a kastély parkjában. Fantasztikus élmény, és ez mindig este van, amikor alkonyodik, kigyulladnak a kastély fénye, és szól a gyönyörű muzsika, páratlan élmény az ide látogatóknak. Rendszeresek a garantált programok, amelynek keretében különböző játszóházakat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk. És ugyanígy a várban is vannak hasonló programjaink. Ott például rendszeres a solymászati bemutató, ami igen kedvelt gyerekek és felnőttek körében. Aztán itt is tartunk különleges tárlatvezetéseket témákhoz kötődően, ami talán különleges lehet az ideérkezőknek, hogy van egy várbörtönünk, és a várbörtön kapcsán is szerveztünk már tematikus vezetéseket. Thank you.
Az ide látogatóknak lehetőségük adódik megtekinteni, hogyan rendezkedtek be őseink várúrként, hogyan élték mindennapjaikat várúrnőként. Miben különbözött a török szandzsákbég hivatali szobája a magyar várúrétól, vagy milyen fegyvereket használtak a harchoz az elmúlt évszázadok során. Az emeleten megtekinthetjük a különböző lakosztályokat, a szandzsákbég hivatali szobája, az alabárdos terem, a lovagterem és a fegyvertárt is. A gyulai vár környezetét más néven Szigeterődnek is nevezik, ebben található az Almási Kastély műemlék együttes. A gyulai Almási Kastély látogatóközpont a saját nyelvén szólítja meg a gyermekeket és felnőtteket, a fiatalokat és az időseket, hiszen mind a tematika, mind az eszközök azt szolgálják, hogy minden korosztály számára hiteles élményt és érdekes programot kínálhasson ellátnivaló. A tágas tereket, reprezentatív helyiségeket járva felmerül a kérdés, hogyan éltek egy kastélyban. Ki fűtötte a kályhákat, hány liter víz fogyott el egy nap, ki mosta a grófnő fehér neműt, és egyáltalán hol, hogyan éltek a cselédek, akik egy grófi család mindennapjait tették láthatatlanul és szinte észrevétlenül kényelmessé. Az Almási kastélyban ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Egy közel 30 termes kastély zökkenőmentes működtetését nem kevés belső és külső szolgáló összeszokott munkája tette lehetővé, akár csak egy mai szálloda esetében. A látogatóink imádják a tárlatot. Negatív kritikával néhányal találkoztunk, a két év alatti hozzávetőlegesen 170 ezer látogató közül, de ugyanezt mondhatom el a Gyulán található többi kiállítóhelyről is. Mondjuk a Ladics házról, amely megint csak egyedülállónak nevezhető, hiszen a paraszti kultúrát, vagy az arisztokrácia életét nagyon sok kiállítóhelyben mutatja, nem csak határon belül, de talán határon túl is. A vidéki polgárság élete azonban valahogy nem jelenik meg. Nálunk ezt is megtalálhatják, a Ladics család egy ügyvéd család városra hagyott hagyatéka jóvoltából 5 generáció keresztül lehet megismerni, hogy milyen is volt egy vidéki polgári élet. Erkel Ferenc emlékháza, nemzeti himnuszunk, a Nemzeti Opera megteremtőjének szülőháza természetesen megint egy olyan kultuszhelyszíne a magyarság tudat, magyarság tudatukat ápolók számára, de egyáltalán a városunkba érkező valamennyi turista számára, amely azt gondolom, hogy magától értetődik, az odalátogatók is nagy örömmel és elégedettséggel mesélnek utóbb már a látottakról. A belépést követően már is egy izgalmas elemmel találkozunk, hiszen a komornyik, a kulcsárnő, a szakács és a pokedliző komorna tekintete kíséri lépteinket. A cselédségen belül is komoly hierarchia uralkodott, mindenkinek megvolt a maga feladata, felelőssége és hatásköre. Az interaktív kiállítási installációk segítségével a látogató képet kap erről a láthatatlan rendszerről, megismerheti minden beosztott feladatát és életmódját, sőt a kastélyban valaha ténylegesen szolgált személyzetet is módunkban áll bemutatni. Tervezett kirándulás során az utazók nem csak a város látnivalóira fektetik a hangsúlyt, hanem arra is, hogy milyen szálláshelyek és vendéglátó egységek várják az érdeklődőket. Gyula városa ebben is bővelkedik, ugyanis több kiváló szálloda is megtalálható a városban.
Tágas terekkel és könnyed eleganciával, vagy éppen kellő fiatalsággal berendezett szállodaszobák, vagy akár lakosztályt is lefoglalhatnak az utazók. Magában a szállodában rengeteg lehetőség van, ugye közvetlen környezetünkben itt van a fürdő, a várfürdő, ugye minden csomagunk itt tartalmazza, és ezt a fajta lehetőséget, így belépést biztosítunk minden vendégünknek a várfürdőbe. Házon belül is rengeteg olyan programmal, animátoroknak a segítségével próbálunk igény szerint akár gyerekeknek, felnőtteknek, sőt még a szenior korosztálynak is programokat biztosítani, és így gazdagítani az itt lét élményeit. Ha már szálloda, akkor étkezés, és ha étkezés, akkor Gyula jó választásnak bizonyul. Gyula gasztronómiai nevezetessége a gyulai kolbász és az egyre népszerűbb gyulai pálinkák. Ott tartózkodásunk során ellátogathattunk a gyulai pálinka manufaktúrába, ahol nem csak a pálinkáról, hanem a gyulai kolbász történetéről is sokat megtudhattunk. Hát maga a gyulai pálinka története az nem mostanában kezdődött, hiszen egy nagyon érdekes és nagyon szép történet az, hogy itt a török hódoltság végére egy teljesen lakatlan teletté vált Gyulai és környéke, és volt egy ember, akit Báró Harukán János Györgynek hívnak, aki úgy gondolta, hogy ezt a hatalmas területet megvásárolva az itteni nagyon jó mérségi termőföldet szeretné megműveltetni, mégis jobbágyokat hívott, a legtöbben északról érkeztek, akiket tótóknak hívunk. Ők voltak, akik az első művesek voltak ezen a területen. Harukán Báró 1731-ben alapította az első pálinka manufaktúrát a gyulai vár észak-keleti szárnyában, tehát a gyulai pálinka történetének kezdeti időpontja az 287 évvel ezelőtti, tehát közel 300 éves kultúrával beszélünk, majdnem hasonlóképpen, mint az erdélyi pálinka kultúra, körülbelül 300 éves története van itt is a pálinka készítésnek. Nagyon fontos az, hogy jó alapanyag legyen, tehát kiváló alapanyag, nagyon jó minőségű gyümölcs, 100%-ban egészséges gyümölcs, amelyet megfelelő feldolgozással, erjesztéssel, kiváló szakemberek által kiváló pálinkákat tudunk készíteni. De nem csak megvásárolni lehet a pálinkákat a manufaktúrából, hanem egy kellemes estét is el lehet akár tölteni. Nagy szerencsénk van, hogy Gyula egy kedvelt turisztikai látogatóhely, úgyhogy nagyon sok turist érkezik hozzánk. Ők mindenféleképpen a helyi értékekre, a helyi gasztrokulturális termékekre, illetve értékekkel kíváncsiak, úgyhogy így nagyon sokan eljönnek hozzánk. Mi szervezett túrákkal bemutatjuk a gyulai pálinka manufaktúra termelését, hogyan, miként készítjük mi a gyümölcs feldolgozástól a lepárlásig, illetve hát a 33 pálinkát meg is lehet kóstolni itt a gyulai pálinka manufaktúra kóstolóházában. Nagyon kedvelt program itt Gyulán, hogy megismerkedjék esetleg a pálinka mellett még a gyulai kolbásztal is, hiszen ebben az évben ünnepeljük a gyulai kolbász 150. születésnapját, de természetesen a gyulai pálinka manufaktúra alapításának 10. évfordulója is, tehát igazából mi egy kerek évfordulót ülünk ebben az évben, úgyhogy nagyon szívesen látunk bárkit itt Gyulán. Hasznos tipp azoknak az utazóknak, akik a helyi különlegességeket szeretik kipróbálni. Sompálinkás gyöngytyúkleves, a kóstolóház vezetője szerint egy fantasztikus kulináris élményt nyújt ennek a fogásnak a megkóstolása. Egyedi kialakítású szórakozó helyeken pedig egyedi és különleges italokkal várják az odalátogatókat. De ha valaki nem pálinka párti, hanem inkább sört fogyaszt, az ellátogathat a város szélén működő sörgyárba, és beleshet négyféle sör elkészítésének minden fázisába.
Az üzemünkbe bármikor nyíltan be lehet tekinteni bárkinek, szívesen fogadunk csoportokat, vagy akár csak simán családokat is, és itt meg lehet nézni a sörfőzésnek a készítését, a folyamatát gyakorlatilag. Ezzel is a gyönyörű éttermünkben lehet kóstolni a söreinket, és lehet fogyasztani az ételeinket. Ez egy elég szép környezetben van itt Gyulán, úgy gondolom, hogy ha egy kicsit körülnéznek, tehát focipálya, játszótér, ez egy olyan kis ékszer doboz itt Gyulának. A sörnevelde legnépszerűbb söre az IPA, ami több megméretetésen is kiváló eredményt ért el, de ugyancsak nagy népszerűségnek örvend a barna sör is. És ahogyan ígértem adásunk elején, az édesszájúaknak is kedveskedni szeretnénk, ugyanis látogatásunk végén nem hagyhattuk ki a 100 éves cukrászda különleges süteményeit és csokoládéit, amelyeket évtizedeken keresztül a cukrászdát alapító család tagjai tökéletesítettek. A kiváló minőségű sütemény mellett a cukrászda bútorzata és a benne kialakított múzeum autentikussá teszi az ott eltöltött időt. Remélem az önök figyelmét is felkeltette Gyula városa. Ha megtehetik, látogassanak el ide és tapasztalják meg a város sokszínűségét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!